A műsor együttműködő partnere a Corvin sütöde. Smart Me Kft. Autona Systems Kft. Kedves nézőink! A foci, sport és hagyomány e heti aktuális műsorát láthatják. Ebben a műsorban sok mindenről szó lesz, de elsősorban szeretném bemutatni vendégünket, Katona Andrást, olimpikont, és András, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon örülünk neki, és remélem a nézők is szeretettel fognak figyelni, úgyhogy üdvözlök! Köszönöm szépen, és én is megismételném a köszönetet, nevezetesen Takács Tibornak, aki meghívott engem, mint öreg putor darabot, aki azért egy-két dolgot átélt, és talán mások is kíváncsiak egy-két gondolatra ezzel kapcsolatban. Tehát köszönet, és állok rendelkezésre, amilyen élményeim voltak, azok közül azokat említeném majd a beszélgetés során elsősorban, ami gondolom, hogy közérdeklődésre is számot tart. És akkor most nem időrendi sorrendben, hanem egy kicsit visszafelé. Emlékezzünk arról meg, ami nem régen történt, hogy a magyar vízilabda válogatott, ugye világbajnokságot nyert, ami hát gyakorlatilag előfordult egy párszor, de ez a legutolsó aktuális téma, és hát ezzel kapcsolatban, hogyha egy pár mondatot mondanál, akkor ezt megköszönjük. Hát tulajdonképpen itt is az a leglényegesebb, hogy a ma sikereinek ma kell örülni, aztán majd, ha emlékeznek, az egy másik dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy szívből gratulálhatunk a csapatnak. Gratulálunk. Amelyik 2013 után ismét világbajnok lett, tehát ez a számmisztika 2003, 2013, 2023, ez ragyogóan bejött, és ehhez csak gratulálni lehet. És hát egy nagyon nagy dolog az, hogy a magyar vízilabda hagyományok ezzel folytatódtak, és olyan eredményt ért el a csapat, amely gyakorlatilag minden magyar büszkévé tehet, amire rászolgáltak a fiúk, mert olyan elődök, most nem magamról beszélek, hanem olyan elődök nyomdokaiba léptek, akik megalapozták a magyar vízilabdát, és hosszú-hosszú ideje már magasba lengetik a magyar zászlót, és az újabb nyereségek csak hát tulajdonképpen erősítik azt a folyamatot, ami elindult valamikor Komjádi Béla idejébe, és tart ezek szerint máig. Igen. És hát az, hogy most ez bekövetkezett, tényleg nagyon örülünk neki, nagyon jól játszott a csapat, és ami érdekes, mert ez váltakozó, hogy milyen egyesületből alkotják a bázist. Most éppen 9 fradista volt a gyakorlatilag a világbajnok vízilabda csapatban, természetesen nem egyszerre, de 9 fradista volt benne. Ez fantasztikus, volt, amikor egy se volt, volt, amikor több volt, és a világbajnokságok után akkor térjünk rá, és ez most kronológiai sorrendben, az olimpiákra. Te ugye a diadalt, amit arattál, mert azért vegyük diadalnak, az olimpiai érmedet, mert egy ilyen kis hajszál híján múlott, hogy nem arany érem lett belőle, de érem lett belőle. Ugye ezt mondhatjuk, hogy ha még visszább megyünk, akkor a mi emlékezetünkben a Helsinki olimpia él, azelőtt is sok minden történt, de Helsinki olimpián ott ugye aranyérmesek lettünk, azt követően a
Melbourne-i olimpián is aranyérmesek lettünk, és a Melbourne-i után következett Róma, ahol te ott voltál, és egy nagyon-nagyon pici híján sikerült volna megnyerni az aranyérmet. Ott voltál a csapatban, csak hát sokszor a hajszál az olyan, hogy a magyar csapat kihagyott, a ragyogóan, egyébként ragyogóan játszó Rusorán Péter kihagyott egy 4 méterest, és hát valószínűleg ezen is múlhatott az, hogy nem lett aranyérmes a magyar csapat. Ha nem értesz egyet vele, akkor mondjad, egyet értesz, akkor azt is. Egyet értek vele, és nagyon találó és jó volt a fölvezetésed ilyen értelemben. Erre érdemes kitérni még egy mondattal, igen, vagy kettővel, amit említettél, hogy 9 fradista volt, igen, a csapatban, azért ez egy unikális dolog. Ez igen. Tehát én ugye a statisztikával, vízilabda statisztikával nem elég behatóan foglalkozom, de ha valaki utána néz, ilyen számot nem fog találni, ezt majdnem biztosra mondhatom, amikor egy klubból jött volna az olimpiai keretbe 9 játékos, tehát ez le a kalappal, ez tényleg nagy dolog. Erről csak ennyit, hogy ez egy egyszeri. Igen. Tehát azt nem mondom, hogy megismételhetetlen, de gyakorlatilag azért ez egy fontos dolog. Amit említettél a továbbiakban, igen, a Rómában szakadt meg sajnos az a sorozat, ami 52, 56 és 64 lett utána. Igen. Tehát ez Rómában szakadt meg, annyi szomorú személyes emlékem is van erről a harmadik helyről, hogy abból a csapatból, amelyik Rómába játszott, egyedül én nem lettem olimpiai bajnok, mert az összes többi csapattársam az vagy előtte, vagy utána olimpiai bajnok lett. Hát ez egy érdekes fintora a sorsnak, ezért nem vagyok boldogtalan, csak ez egy olyan érdekesség. Uh-huh. És még ugye ehhez kapcsolódik az az érdekesség is, hogy ami Rómában a kárunkra történt, az most ezen a világbajnokságon, ahol győzedelmeskedett a csapat, ott a javunkra. Igen. Tehát akkor kihagytunk egy 4 méterest, most pedig Vogel Soma kivédte az 5 méterest, és ezzel ugye mi nyertük a világbajnokságot. Tehát ugye a nagy okosságokat szokták mondani, hogy az élet kiegyenlíti egymást. Igen. Hát ritkaság az, hogy egy sportágon belül még akik tudnak emlékezni, és vannak személyes élményeik, akár egyik, akár másikra, azok vissza tudnak emlékezni, úgyhogy majd, hogyha ezek a mai fiúk abba hagyják a játékot, és olyan idősek lesznek, mint én, akkor ők pozitívan fognak emlékezni erre a világbajnokságra, amit igaz, hogy 5 méteresekkel, de végül is az is első helyet, az is első helyet ér. Hát a miénk csak harmadikat, hát a csakot azt idézőjelbe teszem, mert hát az nem egy kis dolog. Nem egy kis dolog. Bronzérmesnek lenni, de mégse arany. Hát ez hiába tagadná bárki. Másként fénylik, igen. Másként fénylik ezt a sportolók, akik ezt értékelik, azok tudják, hogy mit jelent ez. Most megint a párhuzam, Halász Bence a harmadik helyére, milyen büszkék vagyunk. Hogyne. Úgyhogy neki is gratulálhatunk. Egész atlétikai stadion ünnepelt. Így van, a bronzéremhez. Bizonyám. És nem akármilyen módon szerezte meg, tehát tényleg óriási dobásai voltak tényleg. Így van, nem erről szerettem volna beszélni, csak megint az aktualitás. Beszéljünk, megint az aktuális az atlétikai világbajnokság. Így van. Budapesten így van. Különösen aktuális. Szép verseny, jó verseny. A végén majd így ezt van. Is össze fogjuk foglalni így a következő műsorok egyikében. És ha folytatjuk tovább a sort, tehát ugye Rómában én már mondjuk még mondjam azt, hogy kisfiú voltam,
nagyfiú voltam, igen, már nagyon fiú, de a római olimpia vonatkozásában én nagyon úgy éreztem, hogy a vízilabda csapat nyerni fog, úgyhogy ez nekem egy kellemetlen csalódás volt, de hát most már örülök annak, hogy végül is ilyen eredmény sikerült elérni, ez is egy nagy dolog. És a Róma után ugye említetted a Tokió, tehát Tokió meg az egy fantasztikus volt, úgyhogy Rusorán Péter, én gondolom, hogy bepótolta azt a hiányosságot a 4 méter kihagyásával, hogy amikor Ambrus Miklós kapus kidobta a labdát, Rusorán megindult, végigúszta a pályát, Dömötörnek átadta, és Dömötör többszöri felszólításra utána lövéshelyet ejtett, és ezzel sikerült nyernie olimpiai bajnokságot a magyar válogatottnak. Ez egy különösen szép emlék azoknak, akik itthon hallgatták a szepesi közvetítését, amivel tulajdonképpen hát az egyike, volt. Egyike lett a halhatatlan rádió műsoroknak, és azóta is ismétlik, úgyhogy ha nagy sikerekről és nagy rádiós élményekről kell beszámolni, igen, akkor egész biztos ezt a Dömötörféle utolsó gólt, amivel nyert a csapat, ezzel ezt mindig visszaidézik, és mindig mint egy különös érdekességet ismétlik. Ez a Szepesi egyik legnagyobb közvetítése volt. A lemezen ugye benne volt a 6-3-as mérkőzés, amit kiadtak gyakorlatilag, és ez, amit közvetített. Tehát ezt választotta, ezt is ő választotta. Igen, én is így gondolom, és csak megerősíteni tudom, hogy nagyon szerette egyébként a Szepesi a vízilabdát, más mérkőzéseket is közvetített, de ez egy kiemelkedő, volt, a Dömötörlő volt a sorból, soha és el nem felejthető. Ilyen címmel jó a Károly egy könyvet is írt Dömötörről, amivel írásban is megerősítette ezt a kijelentést, és még könyvcím is lett belőle. Könyvcím lett belőle, pontosan, úgy, ahogy nagy mondod. Karriert futott be ez a mondat. Igen. És akkor, ha hozzávesszük, ugye említettünk egyéniségeket, hogy az is egy nagy multidéző emlék neked, hogy kikkel játszottál együtt. Tehát te magad is egy óriási tehetséges vízilabdázó voltál, de nem akármilyen személyiségekkel játszottál még. Tehát, hogyha ezt vesszük, akkor ugye Kárpáty Gyurika, vele is játszottál. Így van. Háromszoros olimpiai bajnok. Így van. Akkor ugye játszottál, hadd említsük itt most meg akkor Gyarmati Dezsőt. Így van. Gyarmati Dezsőnek most volt éppen a halálának a 10. évfordulója, ahol a Ferencvárosi Torna Klub baráti köre koszorúzott, és kint volt a temetőben, és megemlékeztek a halálának a 10. évfordulójáról, úgyhogy te Gyarmati Dezsővel is egy csapatban játszottál többször, és jóba voltál vele. Így van, nagyon jó barátságban voltunk. Akkor kevésbé, amikor riválisok is voltunk, tehát az egy másik, igen, dolog, de nagyon jóba voltunk, és egy különleges egyéniség volt, úgyhogy nagyon szép gesztus a baráti kör részéről, hogy megemlékeztek a halálának az évfordulójáról. Sajnos ez az életnek egy rendje, hogy, igen, elmennek a legnagyobbak, de arra kérdeztél rá, hogy kikkel játszottam hogy együtt. Hogy még kikkel játszottál, igen? Hát tulajdonképpen ma már legendák, mert nem lehet megfeledkezni, és az ember az emlékezésben mindig elkövethet hibát, hogy valakit kihagy, de hát szegények, ők már nem tudják észrevételezni, ha véletlenül kihagynék valakit, mert gyakorlatilag nincsenek közöttünk. Most elnézést kérünk, akit kihagyunk.
ez az említett gyarmati, kárpáti, Dömötör, Markovics, Boros, Ambrus, Jenei, és hát a ma élő Bodnár András, aki velem együtt játszott. Igen, hadd mondjam, hogy vendégünk is volt itt ebben a műsorban, a Bodnár András, úgyhogy gyakorlatilag ő is interjú alany volt itt bent, és bent beszélgettünk róla is, meg a vízilabdáról. Igen, bocsáss meg, hogy megszakítottalak, csak ez is fontos volt. Tehát ő is, aki Kanizsa Tivadarra fájdalmasan korán elhunyt, Molnár Róbert, aki kevéssé ismert, de az 58-as Európa-bajnokságon játszott, és hát van még másik két sporttársam, Váci Jóska és Csilla Gábor, akik még az 58-as csapatból élnek. Igen. Amelyiknek az az érdekessége, hogy az a csapat 58-ban volt az év csapata, először mióta ezt a címet Magyarországon is igen. ápolják és kiadják, tehát a vízilabda csapat volt az első, amelyik ezt a trófeát elnyerte, tehát ez egy különösen érdekes dolog volt. Hát amit kérdeztél, hogy kikkel játszott együtt az ember, volt egy nagyon érdekes dolog épp a római olimpia előtt, amikor a uszoda avató, tehát az olimpiai uszodának az avatójaként a magyar csapatot hívták meg, és 8-3-ra nyertünk, tehát azok után már biztosak voltunk, hogy megnyerjük az olimpiát, de erről ma már beszéltünk. Igen. És abban a csapatban négy darab, így mondom, hogy darab, vagy négy személy volt, aki balkezes volt, se azelőtt, se azután, nem emlékszem rá, hogy a magyar vízilabdában a Gyarmati, Markovics, Dömötör, Rusorán egy csapat négy balkezesből játszott volna, úgyhogy az olaszok se nagyon tudták, hogy mit kell csinálni egy olyan csapat ellen, ahol négy balkezes van, de nem hiszem, hogy azóta bármelyik csapat meg tudta volna például ezt a dolgot ismételni, igen. hogy egyszerre a hét játékosból, uh-huh. amiből egy kapus is van, igen. tehát gyakorlatilag Hevesi és én voltunk a jobb kezesek, és az összes többi bal kezes, úgyhogy ez csak egy igen. érdekesség, de végül is úgy tűnik, hogy megismételhetetlen. Így van, és Felkaival nem játszottál? Bocsánatot kérek fönn a mennyekbe a igen. Rókával, hogy ne, ő az egyike volt azoknak a fiatal tehetségeknek, akik Rómában, de utána Tókióban sokat tettek azért, hogy a magyar csapat jól szerepeljen, és az olimpiai bajnokságban is kiemelkedő része volt. Igen. Picit menjünk előrébb, amit már te fotelból néztél, vagy pedig sok mindenkiről beszélgettél, mert a vízilabda magyarországi népszerűsége és sikersorozata nem ért véget. Mert ugye ezt követően ugye volt egy kis szünet, aztán 76-ban Montrealban ott megint sikerült a magyar vízilabda csapatnak nyerni, és az se akármilyen csapat volt. Hát az is egy különleges csapat volt. Igen. És az a 76-os siker az a Gyarmati Dezső edzősége szövetségi kapitánysága na, ráadásul alatt még ne felejtsük történt, el a, ne felejtsük el a halálévfordulóján, hogy ezt van, is ő tette hogy, meg. Igen. Hogy ezt is ő tette meg. Hát büszke vagyok arra, hogy három játékosom, Szívós Pista, Konrád III és Sudár Attila benne voltak ebbe a 76-os nyerő csapatba, úgyhogy az edzői működésemnek az egyik nagyon kiemelkedő, vagy a legkiemelkedőbb dolga, hogy magaménak tudhattam, hogy uh-huh. edzhettem ezeket a fiúkat. Nem én voltam a nevelőedzőjük, értelemszerűen, igen. akkor már
de a klubedzőjük én voltam akkor. És ha jól emlékszem, a 76-os csapatban volt a Faragó is. Faragó, hogyne? Faragó, Csapó. Faragó, Csapó, Dudi, igen. Gerendás, Horkai. Igen. Molnár Endre, Cservenyák. Nem akár csapat, se, igen. Őket is lehet sorolni, és Kenész Gyuri, őket is lehet sorolni, úgyhogy sok aranycsapata volt a magyar vízilabdának, hát most már az közhelynek számít, az a háromszoros olimpiai bajnok csapata, amely Kemény Dénes szövetségi kapitánysága alatt ért el a magyar vízilabda. Aztán jött, hogy összem, hogy kétszer-három, tehát nem tudom, hogy hat aranyérmet szerzett összesen? Kemény Dénes? Háromszor volt a olimpiai bajnok magyar csapatnak a szövetségi kapitánya. De ja, nyert igen. Világbajnokságot is, Európa-bajnokságot. Világbajnokságot is, Európa-bajnokságot. De az olimpia az olimpián volt, ott háromszor. Így van. Ott háromszor volt a Kemény Dénes, és azért ott se akármilyen hát, játékosok voltak. Ha már itt a dicsekvésbe kezdtünk, akkor Kemény Dénes meg az én, őt viszont mint vízilabdázót neveltem. Igen? Akkor én voltam a nevelőedzője a BVSC-be, úgyhogy a szárny bontogatását azt igen. Az én edzőségem alatt tette, és az édesapjának a nyomdokaiba lépett, aki még ma is jó egészségnek örvend 90 éven fölül is, és hát jó géneket adott át a Dénesnek, és jó edzői tapasztalatokat ebből is táplálkozhatott. És hát tulajdonképpen abból a csapatból is fantasztikus egyéniségek kerültek ki. Ugye most megint nem akarom elmondani azt, hogy kik, mert akkor kit hagyunk ki, ne hagyjunk ki senkit, de akik különösen, és hát emlékezzünk meg Benedek Tiborról, aki nincs köztünk, és nagyon fiatalon elment, de hát a Benedek Tibor is nagyon komoly dolgokat alkotott a vízilabdában, és még vendégünk volt a műsorban, gyakorlatilag Kásár Zoltán, aki egy édesapa. Egy olyan játékosnak az édesapja, ugye, aki hát tényleg nagyon sokat tett, és hála Istennek közöttünk van. Így van. Hát a Benedek Tibor, akit személyesen csak kevéssé ismertem, igen. Mert nagy a korkülönbség közöttünk, de ő megszállottja, és nagyon-nagyon elkötelezettje volt a vízilabdának, és amit nem biztos, hogy sokan tudnak, de lényeges az, hogy a mostani sikeredző Varga Zsoltnak testi-lelki jó barátja volt, és az ő kettőjük legendás kapcsolatából is táplálkozhat a Zsoltnak az a remek munkája, amit most a világbajnokság előtt végzett, igen. És amit tulajdonképpen azzal az általad említett 9 Ferencváros játékos felkészítésével, amit átadott saját magának, mint szövetségi kapitány, hát megalapozta azt, hogy ilyen nagy sikert érjenek el. Úgyhogy a Benedek Tibornak, ha lehet ilyet mondani, a szellemisége, az a Varga Zsolt nagy munkabírásával és munkaszeretetével tovább öröklődött, és tovább vitte ezt a fajta dolgot, ami a sikerekhöz hát tulajdonképpen nem is olyan nagyon régen, de elvezetett. Így van. És a te múltadra vonatkozóan pedig gyakorlatilag az egyesületeket soroljuk azért föl, ahol, tehát ugye a BVSC-ben voltál, amikor... A Honvédba kezdtem, utána a BVSC-be, Vasas. Csepelautó egy Csepelautó. Rövid idő, és a Vasasba fejezted be. És ha jól emlékszem, hogy a BVSC-ben voltál, szakosztályvezető. Amikor a szakosztályvezető így is van. Volt. A BVSC-vel a klub történetének első bajnokságát 1966-ban nyertük meg, és aztán
mikor Gyarmati Dezső és Molnár Endre vezetésével játszott a csapat, és a második bajnokságot is megnyerte, igen, akkor viszont már szakosztályelnök voltam, úgyhogy így múlik el az idő. De hát a dicsőségből mindenkinek jut egy kevés. Pontosan. Kinek több, kinek kevesebb, nekem is jutott belőle. És ez egy gyönyörű végszó, úgyhogy mindenféleképpen gratulálunk. Köszönöm neked szépen. A múltbeli pályafutásodhoz, az emlékezéshez, mindehez. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát ezzel a nézőktől is elbúcsúzunk. Köszönjük szépen, hogy nézték a műsort, és velünk tartottak, és a viszontlátásra.